my god! Meg kéne fordulni, fordulj meg! Azt a mindenit! Azt a mindenit, mekkora cuppák! Úristen, hogy néz... Már nem azért, adja a világ, mi van veled? Barbie! Mit csináltál? Oh my god! Biztos úr! A vadonatúj mintával ellátott termékek. A videósport.hu oldalon. Oh my god! Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem! Mi a f... Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem! Se ez itt a Mr. Meat újra, de nem mindennapi Mr. Meat, ugyanis ez egy Mr. Meat nevezetű mod. Mod, kérlek szépen, modolva lesz Mr. Meat, és hát Barbie lett Mr. Meat. Barbie! Barbie! És nézd már, minden rózsaszín a ház, meg minden! Barbie Mr. Meat! Nem tudom, ki csinálta a modot, de le a kalappal! Le a kalappal! Mi ez a ház? Mi ez a ház? Egyébként még annyit szerettem volna nektek mondani, srácok, hogyha tudtok hasonló modokat bármelyik játékhoz, amiből már ugye csináltam videót, akkor azt mindenképpen írjátok meg nekem az e-mailemre, vagy komment szekcióba, vagy bármi, hogyha tudtok valamilyen jó modot ajánlani. Ezt a Mr. Meat-es Barbie modot is ajánlott az egyik kedves néző, minden is nagyon szépen köszönöm Bécinek, hogy ajánlotta nekem. És én nem is tudtam, hogy lehet modolni ezeket a játékokat. Mi akar lenni amúgy? Tehát ez mi? Nem tudom, hogy a villámok, nem is tudom mi ez, nem tudom kinézni, hogy mi ez. De nem tudom, hogy ennek mennyi köze van Barbiehoz, de rendben van, milyen szép. I'm a Barbie girl. De oda néz, hallod? Az, ez a festés. Na jó, van, nézzük meg magát Mr. Meat-et is, hogy mi a helyzet vele. Ahó, nagyon szép a lakása, gyönyörű. Rócsaszín téglás. Jó, van mindegy, nem is mondok semmit, ezt leborítom. Ugye nagyjából már azért tudom, hogy tehát az alapjátékot ugye már 5 milliárdszor végigvittük, nagyon jól tudjuk, hogy miről van szó. A rendőrökre is tökre kíváncsi vagyok, hogy hogy néznek ki, meg minden. Oké, benn is vagyok. Mondom, benn is vagyok, király, ezt úgy szerintem le is dobom ide. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki. Mr. Meat Barbie? Ne, komolyan! Ne. Egy pillanatra láttam, de atya úr is, hogy néz ki ez a lakás. Egy pillanatra láttam Mr. Meat-et, vagyis Barbie Mr. Meat-et. Tehát látom a WC-t attól függetlenül, hogy milyen kávái lettél, nem sikerült ki takarítani. Elég régen Mr. Meat-eztem, tavaly Mr. Meat-eztem utoljára egyébként, úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit bénáskodni fogok, mert már egy elfelejtettem, hogy mi hogy van, de ez a színezés, hölgyeim és uraim, ez valami fantasztikus! Mr. Meat Barbie verzióba. Oké, gyorsan megnézem, hogy van-e itt valami item, vagy ilyenek, amiket tudok használni. Nem, egyelőre semmi nincs. Itt a rendőrség, itt a Hammer, na a Hammer az jó, hogy van. Hammer. Ezeket is ki tudom nyitni? Nem, csak itt ezeket a felső polcokat tudom kinyitni. Secret drawer key, az nem is tudom majd hova kell. Ja, nem ezzel kell kinyitni, nem azzal a kulcsal kell kinyitnia. Jó, most egyelőre nincs itt. Ezt tudti meghalottam úgy. Ezzel még majd le kell vennem a izét, a kamerát, és leesett egy láb. Hol van a kopasz asszony? Nagyon szép a házad, Mr. Meat, gyönyörű a festés, mua! Ez a mi... BOOM! Ne, észrevesz, ott van, hogy hogy néz ki? Ki van rúzsoszva? Csavarisztel! A kirúzsoszott... Te jó bakkancsod van, haló! Oké, kicsit elhülyéskedtem, próbáljuk meg egy picit komolyabban venni a játékot, mert azért kíváncsi vagyok rá, hogy tudok kijutni ebből a Barbie módból. Úgyhogy most egy kicsit komolyabban is veszem a történetet, ide le is dobom a sotit. És hogy nagyjából most már kezdem emlékezni, hogy mi van, de amúgy nagyon szerintem a Mr. Meat, tehát az egyik kedvenc játékom volt, és az öt kulcsot szeretném megtalálni, de szerintem nem találom meg ebbe a gyönyörűség. Úgy látom, még a karácsonyi edition is bent maradt, így, tök jó. Hol van Mr. Barbie? Hát kopasz, ki van rúzsozva, meg ki van sminkelve, és kopasz. Kicsit se brutális amúgy, kicsit se. Hol vagy? Jó van, mintegy, legyél ahol akarsz. Megint a Hammer, ó, most egy csomó minden itt van. Na, király. Na, a Hammer, az majd kell, de nem most. Áj, ez a szoba, meg ezek a láncok egy kicsit félreértető. De jó van, elbírom. Oké. Jó, akkor vigyük egyelőre a pliers szerintem, hogy kijussunk a tetőre.
Szerintem most megy fel, felettem pont a másik emeletre. Jó van, hagyd menjen a Barbika! Hagyd menjen Barbika! Mit történt veled, mit? Mióta lettél asszony? Itt a Wire Cutters, az is kell. Atya világ, de szép vagy! Gyere már ide, hagyd nézzelek meg! Oké, elhúztam. Hello! Atya úristen! Nagyon jó. Nem tudom, ki találtak ide, egy isten, aki kitalálta, érted? Egy isten. Jó. Gyorsan! Túljártunk az eszén! Ez az! Gyorsan ezt ki is szedem. De hogy még ez is be van festve rózsaszínnel, érted? Még ez is be van festve. Bent vagyok. Na, a sotiba lesz töltény, ez nagyon jó. Úgy látom, nincs most itt a kód, mert általában itt szokott lenni a kód. Rózsaszín talicska! Guys, rózsaszín talicska, ez kell rózsaszín beszélni, nem tud Péter, de rózsaszín. Ne! Soti! Azt a mindenit! Azt a mindenit, mekkora cupák! Úristen, hogy néz... I'm a puppy girl! Hallod, az a fe... Az, mi az a száj? Mi az a kirúcsozott, felfújt száj? Hát ez nagyon brutális, köszönöm szépen, mit? Oké. Nagyon szép vagy, gyönyörű vagy. A hajad az a hajad a legjobb, ja, hogy nincs. Jó, hát semmi baj. Ezt ide ledobom, ugye a zöld kulcs, ugye kéne, hogy kijussak. Mindenesetre ezt ide ledobom. Már most van egy kis időm Mr. Mittel szórakozni. Viszont hamarosan felfog, úgyhogy nagyon gyorsan kellene valamit csináljak. A cutting pliers is kéne egyébként, mert minden. De egyelőre gyorsan a hammerrel kiütök mindent. Ugye a zöld kulcs szerintem benne lesz amúgy a hűtő oldalán. Ezt gyorsan ezt kitöröm. Nem tudom, hogy ezt itt elvágom, hogy itt tulajdonképpen mit vágok el. De minden esetre nem tudom, hogy ezt meg kell csinálnom. Nem is tudom, hogy ezzel mit kapcsolok ki. Jól van, van itt még hóember, meg minden, érted? Február van, de nem baj, nálam még hóember áll, meg minden, de nem baj az. Úgy kell azt. Itt van-e valami? Esetleg karki? Nem, semmi. Hát nagyon szép ez a lakás, de tényleg. Le a kalappal, tesó. Gyönyörű lakásod van. És ahogy te kinézel, legendás, érted? Itt lesz valahol a kód szerintem amúgy. A széfhez. Valahol itt szokott fel lenni, felragasztva lenni. De most nincs. De most nincs, meglepően most nincs kód. Ezt nem lehet kinyitni valamilyen oknál fogva, tehát olyan vicces. Áll még a karácsonyfa, meg minden. Jó, hogy ezt kivettem, ezt az update-et. Mindegy! Nem lényeg! Oké, húzzunk át a másik oldalra. Király. Szerintem amúgy már felé lett egyébként, ha engem kérdeztek. De leütöm gyorsan ezt a... Ez megvan, király. Jaj, de szép! Hát hogy néz ki? Hogy néz ki a malac, tényleg? Hogy néz ki a malac? Hát hagyd nézzem már meg a malackát, hogy néz ki? Hát ő nem kapott ki... Oh my god, megérkezett a kopasz asszony. Csodálatos, ahogy kinézel az a fa... Mi? Nyitott szájjal jön rám? Atya világ! Nagyon szép vagy! Ezzel a csupákkal a kezedben, meg aztán tényleg komolyan lehet téged venni, Mr. Meat. My god! Gyönyörű asszony vagy! Csak nem mondd el senkinek! Ah, csak még kinyújtotta a nyelvét! Megmutatta a nyelvpiercingét! Ah, akkor szerintem a rendőrök sem kaptak semmilyen újítást, mindegy. Azért az vicces, hogy egy Barbie szétverje a rendőröket. Oké, köszi! Ezt gyorsan szétszedem. Ne ordibálj! Ideges vagy! Oké, ez is megvan. Mindjárt lejutok a csajszihoz. Hol jön? Hogy? De megijedtem ettől a rohadt hóembertől. Ah! My god! Meg kéne fordulni, fordulj meg! Nem is értem, hogy mire számítottam, hiszen jött, jó van, a shoti következik. Shoti time! I'm a puppy girl! Take a gun and her! Most el fogok esni! Nem mondod, hogy nem vettél észre. Tass! Hello, szia Barbika! Ne vegye senki komolyan. Ne vegyétek magatokra, esetleg van Barbie nézőim, akkor nem szidlak benneteket. Erről van szó! Már jövök is! Jövök, Amélia! Atya úristen, hogy a francba néz ez ki? Hát ez valami undorító. Oké, hevítő! Tak! Ez az! Király, megvan! Ezt meghallotta? Ó, Barbika! Barbika, maradj nyugton! Barbie! Nyaradj nyugton, Barbie! Atya úristen, de ronda vagy. hogy lesz? Oké, elhúztam, hello. Úgyse fog utolérni, mert béna.
Mondjuk ez a játék nagyon nehéz fokozata is rohadt nehéz, szóval azt azért, így egyszerű egyébként ilyen normál fokozatba legyőzni a Barbie Mr. Meat-et. Még követem, hogy mert akkor viszont bajba leszek. Oké, ez megvan, de most amúgy tuti ide fog jönni, mert ugye ez hangos lesz. Oké, minden esetre bent vagyok, hello! Bent vagyok a labo... Mi a franc ez a kép?! De ki, milyen kicsi kis karácsonyfa van itt, és ugye itt vannak a cuccok. Ajaj, 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 én ide be fogok ott jön. Észrevett! Láttam a Barbie-s posztereidet, kiderült a titkod! Barbie fan vagy! Jesus! Ne! Menj, Betty, menj! Te a felébe! De a tranquilizer-eket meg ott hagytam, nem tudom lelőni! Mindegy, egy shoti kell, vagy valami! Amúgy most konkrétan nem vágom, hogy mit kéne még csináljak, mert nincs meg a Secret Drawer Key. Megtaláltam a Secret Drawer Key-t, már megyek is, és utána hívom a rendőrséget. Meg lesz a bizonyíték, kérlek, a bizonyíték, itt lesz, a bizonyíték, a páré. Most pedig Mr. Meat kamerájával le fogom fotózni, és kihívom a Barbie-ra a rendőröket. Hoppá, volt egy tetőt, tesó. Volt egy tetőd, tesó, tetőd volt. Meg lefotózom a labort, aztán kihívom a rendőröket. Kíváncsi vagyok, hogy a rendőrök is kaptak-e valamilyen skint, vagy valami átszínezést. Nagyon adnám, ha igen. Hát, hogyha ő kapott, akkor nem is értem, hogy a... Oh my god, várt engem! Megvan a bizonyíték, megvannak a bizonyítékok. Ezt meghallotta? Szerinted ezt meghallott? Igen, szerintem. Ezt tuti meghallotta, majd vissza is jön. Oh my god. Nagyon szép kicsúkoltuk, és már hívjuk is a rendőröket. Hívjuk a rendőröket, elvitetjük Barbie-t! I'm a Barbie girl! Ta-ta-ta-ta-ta! Ez az, toljuk! Hú, de szép rózsaszín az az ajtó. De itt vége lesz Barbie-nak, itt vége lesz! Nincs tovább Barbie! Halló! Ja, még tárcsázok, bocsánat! Halló! Jöjjenek nagyon gyorsan, itt van Barbie! Ez az! Yes! Megmutatom annak a rendőrnek, majd meg is szétveri őket, akkor viszont bajba leszek. Nem verheti szét a rendőröket? Mikor érkeznek meg? És ez... Au! Jó, a kocsi az nincs átveszve a rendőrök, de szerint a rendőrök sincsen. A rendőr nem kapott semmilyen effektet, pedig annyira szerettem volna. És most mi van a szádban már megint, öcsém? Okay. No. Aha. Látom kell a laboratóriumot a saját szememmel, azt mondja. Okay, akkor menjünk már, de miért így mész, mint aki összecsinálta magát? És miért vagy 120 kiló, és miért vagy leizzadva? A kopasz Barbie terrorizál! Na most mi lesz? Hallod, amúgy meg mit itt lesz lent? Úgyhogy most már megint bajban, valamit tenned kell, kopasz, mert itt lesz lent. Róna cupákkal, érted? Na hát erre rohadt kíváncsi leszek, erre a küzdelemre, érted? Már nem azért, atya világ, mi van veled? Barbie! Mit csináltál? Oh my god! Biztos úr!